Áldás, békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a rendhagyó Isten tiszteleten. Rendhagyó módon nem a templomban tartjuk, hanem a templom mellett, de mégis az Isten közelében, és már egymáshoz is közelebb lépve. Kérem a testvéreket, hogyha nagyon sütod a nap, bár most úszunk a napfényben, és én is élvezem, hogy süt bennünket, de hogy nehogy ájulás legyen a vége, hogyha valakinek esetleg nagyon melege van, nyugodtan fel lehet állni, és esetleg áthúzódni árnyékban, hogyha még van szabad szék. Legyen a mai alkalmunkon is az Úristen áldása. Köszöntöm a testvéreket az apostol szavaival is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mivel rendhagyó ez az alkalmunk, ezért maga a liturgia is egy kicsit rendhagyó lesz. Végig ülve maradunk majd, és az Isten tisztelet végén, amikor áldásra kerül a sor, akkor álljunk fel, és majd állva fogadjuk Isten áldását. Emeljük szívünket Istenhez, és énekeljük a 42. Zsoltárunk első versét. 42. Zsoltárunk első versét énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Tovább Istenünk magasztalását is, énekeljük a 165. dicséretet valamennyi versével. 165. dicséretet énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Thank you.
mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése Istentől jöjjön, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, miképpen szól hozzánk Isten igéje, úgy, ahovan olvasom az erre a hétre kijelölt Zsoltár szakaszból, a 30. Zsoltárból. Zsoltár, templom szentelési ének, Dávidé. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram Istenem, hozzád kiáltottam és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De amikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Amen. Isten áldása legyen az ő igének, hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Ezért jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy Te imádságokat meghallgató Úr vagy. Ezt nem tudjuk adatokkal, különböző kémiai kísérletekkel, képletekkel kimutatni a világ számára, de mégis az, hogy Te imádságot meghallgató Úr vagy, bizonyítéka ez a mai délelőtt is. Te látod, hogy hányan kiáltottunk hozzád már. Urunk, add, hogy igazi vasárnapunk lehessen. Add, hogy újra együtt lehessünk, ne csak az internet, ne csak a televízió segítségével, hanem testközelből hallgathassuk és megélhessük Isten igéjét. Tudjunk egymással újra találkozni, egymást látni. Köszönjük, hogy megadtad számunkra ezt a vasárnapot, ezt a ragyogó időt. Urunk, köszönjük, hogy megtartottál a mögöttünk levő napokban, hetekben, hónapokban. Kiki a maga keresztjét, terhét hordozva, tőled kaphatott reménységet a holnapra, a jövőre nézve. Köszönjük, vigasztaltál akkor, amikor elkeseredtünk. Felemeltél akkor, amikor földre rogytunk. És köszönjük, Urunk, azokat az embereket, akik eddig is mögöttünk álltak, segítségünkre voltak. Gyermekeink, unokáink, hitvestársunk. Köszönjük, Istenünk, hogy mindenek felett Te magad uralkodsz ezen a világon, és Te vagy minden embernek a támasza és reménysége. Add, hogy megérezhessük, itt van Isten köztünk. Érezhessük vigaszodat, erődet, békességedet. Ne csak a nap meleges hüssön ránk, hanem fordítsd felénk a Te orcádat, és Krisztusban békességet, reménységet és erőt nyerjünk. Köszönjük, hogy letehetjük a mi terheinket, köszönjük, hogy együtt kiálthatunk hozzád életünkért, városunkért, magyar népünkért, ezért a teremtett világért. Add, hogy fel tudjunk emelkedni szívünkben most hozzád, meghalljuk és megcselekedjük a Te igédet. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Az ige meghallgatására készülve énekeljük a 166. dicséretünk első két versét. 166. dicséretünk első két versét énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts ki ránk.
Istenünk szól hozzánk, ezért olvasom az ő igéjét, és lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom az ő üzenetét. Úgy, ahogyan írva található a felolvasott ige szakaszban a 30. Zsoltár 5., 6., 7. és 8. versében. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek az Úr Jézusban, hiányoztatok. Már harangoztak, már kezdeni kellett az Isten tiszteletet, én még mindig bele voltam ott bonyolódva a 3. vagy 4. sorba, mert beszélgettem az emberekkel. Mert bármennyire is ügyesen felveszi Nándi az Isten tiszteletet, mégsem olyan egy kamerába beszélni, mint amikor látok egy tekintetet, látok egy embert, ismerem az ő élettörténetét, örömét vagy éppen boldogságát. Hiányoztatok. És gondolom, nem csak én vagyok ezzel így, hanem ti is éreztétek, hogy jó. Jó dolog, hogy hallgathatjuk, hogy láthatjuk, hogy olvashatjuk otthon Isten igéjét, de milyen jó lenne. Milyen jó lenne szeretett templomunkban lenni, milyen jó lenne együtt lenni, látni a másikat, bíztatni, vigasztalni, vagy vágyakozva hallgatni a másik embernek a bíztatását. Nem vagyunk még túl a nehézségeken, figyelmeztetnek bennünket a híradásokból, vigyázzunk továbbra is egymásra, tartsuk meg a megfelelő távolságot, a megfelelő előírásokat. De most más keretek között folytatódik tovább a harc, mint eddig, és most már közelebb léphetünk egymáshoz. Közelebb léphetünk a templomunkhoz is. És hisszük, hogy mivel imádságukat meghallgató Istenünk van, reménységünk van arra, hogy hamarosan nem csak itt a templomon kívül, hanem hamarosan majd a templomba is tarthatjuk az Isten tiszteleteket. Szükségünk van a másik emberre. És nem csak a hitves társa, nem csak a családtagra, bár ezekben a hetekben, hónapokban ezt is megtapasztaltuk. Szükségünk van valakire, aki bekopogtat, aki becsenget, aki megkérdezi, ne hozzak valamit, ne segítsek valamiben. Szükségünk van más emberekre is, embertársainkra, akiket lehet, hogy nem annyira ismerünk, és nem vélszerinti rokonaink, ismerőseink, de mégis szükségünk van a másikra, mert a másik embernek az élete, az élet tapasztalata, az nagy tanulság lehet a mi számunkra. Ahogyan ő megélt egy időszakot, ahogyan ő megéli ezt a korlátozásokkal teli nehéz korszakot, ha látjuk, hogy ő mosolyog, megpróbálunk mi is erőt meríteni. Ha neki sikerül, nekem is.
műtétre készülve nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy műtétileg, pontosan, orvosilag mit fognak végrehajtani, hanem sokkal fontosabb nekünk a szobatársnak a véleménye. Túlélted? Milyen volt? Nagyon fájt? Hány nap kellett a lábadozáshoz? És egyetemistákra tekintve lassan itt a vizsgaidőszak. És ilyenkor az érdekli az embert, hogy a levizsgázott társ mit fog mondani. Milyen volt a tanár? Szigorú vagy nem? Mennyire ment bele? Hogy éltett túl? Van valami praktikád? Mire térjek ki, mire nem? Szükségünk van a másiknak az élettapasztalatára. És talán ezért is vigyázunk ebben az időszakban nagyon is az idősebb testvérekre, akiknek még inkább van, vagy kellene lenni bölcsességének, élettapasztalatuknak, hogy abból tudjunk meríteni, mi a fiatalabb nemzedék az élet nehéz pillanataiban. De nem csak a nehéz pillanatokban van szükségünk a másiknak a megtapasztalására, hanem talán az örvendezés közepette is. Én még a hintában is félek, hát még egy vidám parkba, de amikor bemegyünk egy vidám parkba és egy nagyon izgalmas, veszélyesnek tűnő játékot látunk, legyen az például hullámvasút, akkor mielőtt felszállnánk, talán megnézzük azokat, akik leszállnak róla. Nagyon elsápadtak, milyen képet vágnak. Megkérdezzük tőlük, túlélhető? Beüljek egyáltalán? Kellett volna reggeliznem, vagy nem? A másiknak a megtapasztalása, élettapasztalata sokat jelenthet a mi számunkra. Még a játék során is. És most egy igazán bölcs élettapasztalatot olvashattam fel a 30. Zsoltárban. Dávid király sok mindent megélt az életében. Nem járt ő vidám parkban, mert akkoriban nem volt még, de mégis megjárta az élet hullámvasútját. Volt magasságban és volt mélységben, és utána újra felfelé ívelt az ő élete. Megélte a mélységeket és magasságokat hirtelen egymás után. De hogyan tudott mindeközben megmaradni, erősnek maradni, bízni az Istenben, nem elveszíteni a reménységet? Nagy tanulság ez, ami számunkra, akik mi magunk is földi életünkben megéljük a hullámvasút élményt. Néha felfelé megyünk, utána mély zuhanás, és utána talán újra elindulunk felfele, de ki tudja meddig, amíg nem jön egy újabb mélység a mi életünkben. De Dávid megtapasztalása reményt adhat nekünk, hogy jó lesz a vége. Ő maga is sok mindent megért. Azt olvassuk az igében, így van róla, a sír szélére kerültem, a holtak hazájában érezte szinte magát. Mennyire végső állapotok ezek? A legmélyebb állapot, elveszettség, félelem, feladás, tehetetlenség. És az ő életéből sok ilyen pillanatot fel tudnánk sorolni. Talán akkor, amikor Saul király üldözte őt, amikor a életére tört, amikor kedves barátjától, Jonatántól el kellett búcsúznia, megszakadt egy szívbeli kapcsolat. De talán a legfájdalmasabb számára az lehetett, amikor fia Absalom tört az ő életére és királyságát el akarta ragadni. Milyen szomorú pillanat, amikor a fiú támad az apjára. Hallunk ilyet is a híradásokból, a mai napokban is. Fiú támad az apjára. Milyen szomorú hír, milyen szomorú helyzet, még inkább annak, aki átéli. Dávid szíve is így remeghetett. Fiam Absalom, miért akarod elvenni a királyi trónt? Miért akarod elvenni azt, ami az én kezemben van? Valóban mélység ez, nagy törés, családilag, lelkileg is, szívében és életében. És végül ez a harc, jól tudjuk a Szentírásból, hogy Absalom halálával végződik, és Dávid életében a mély repülés újra felfelé ível, mert Isten visszaadja a királyságot, és Dávidból újra király lesz. De mégis azt tapasztalja meg Dávid, hogy nem volt hiába való ez a mélyrepülés. Nem volt hiába való ez a kitérő. Mert olyan dolgokat tapasztalt meg és tanult meg, ami által bölcsebb lett az élete. És hisszük, hogy jobb királlyá vált.
mert a kitérők, kedves testvérek, soha nem véletlenek a mi életünkben. Mi általában úgy gondoljuk, hogy na így megyünk, így egyenesen a cél felé. Kitűztük magunk elé, hány éves korunkban, mennyi vagyonnal, mekkora családdal, hol szeretnénk élni, milyen házban, milyen autóval. Egyenes utat tervezünk magunknak, és száguldunk rajta, néha nem figyelve egymásra, nem figyelve magunkra, mindent oda áldozva. És zsörtölődünk, hogyha az Isten kanyarokat tesz bele, hogyha nem így kell mennünk, hanem össze-vissza, mert számunkra olyan össze-visszaságnak tűnik, számunkra olyan kitérőnek tűnik. De az Isten soha nem tesz felesleges kitérőket a mi életünkben, hanem minden egyes helyzetnek, minden egyes pillanatnak, minden egyes beszélgetésnek megvan az értelme, megvan a célja, hogy lemaradsz egy vonatról, hogy találkozol valakivel, hogy elveszíted a munkahelyedet, hogy felhív valaki telefonon. Mindennek célja és értelme van. Téged talán idegesít, hogy kizökkent a menetrendből, de hidd el, nincsen felesleges kitérő az életünkben. Az Isten valamire felhasználja azt, és felhasználja ezt a mögöttünk levő és előttünk levő nehéz megpróbáltatásokkal teli heteket is. De úgy, ahogyan Dávid király három dolgot megtanult ebből a mély repülésből, a magasságból és a mélységek váltakozásából, úgy mi is sok mindent megtanulhatunk. Dávid megtanult egy valamit önmagáról, megtanult egy fontos dolgot Istenről, és megtanult egy fontos dolgot az életről. Megtanult valamit Dávid önmagáról, mégpedig azt, hogy a magasság az Istennek köszönhető. Azt mondja az igében, hatalmas hegyre állítottál, jó dolgom volt. Isten az, aki fel tud bennünket emelni, az ő keze magasra tud emelni, meg tud bennünket áldani. Sikereket tud adni munkában, családban, gyógyulást tud adni betegségben, előrébb tud vinni életünk minden dolgában. Ő az, aki fel tud emelni, senki más. Az ő keze magasra emel. De elfelejtette Dávid, hogy Isten keze emelte őt magasra. Elfelejtette, hogy minden áldás tőle jön. Magas hegyre állította őt, de nem gondolt arra, hogy a biztonsága Istenben gyökerezik. Még jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg, vallja az igében. Azt gondoltam. Igen, mert a magas hegyre állított embernek az érzékei, azok megváltoznak és csalókká válnak. Amikor magas hegyen vagyunk, akkor azt hisszük, hogy ami kicsinek látszik, az valóban kicsi is. És ami kicsinek gondoltuk korábban, az óriási. Pedig nem így van. Attól, hogy magasban vagyok, én még nem vagyok nagy, csak magas hegyen vagyok. És attól, hogy magasról nézek dolgokat, azok még nem váltak picivé, csak onnan látszanak olyannak. Hány olyan ember van, és hányszor esünk mi is abba a hibába, hogy az Isten magasra emel bennünket az ő áldó karjával, és megáld, megáld bőséggel, gazdagsággal, szeretettel, családdal, és annyira magasan érezzük magunkat, hogy elhisszük magunkról, hogy mi vagyunk magasak, hogy minden hatalom adatott nekünk, hogy nem tántorodom meg jó dolgomban, mondjuk mi is talán sokszor önmagunkat is megtévesztve, úgy, ahogyan egykor Dávid is gondolta magáról. Pedig, kedves testvérek, onnan a magasról lehet a legnagyobbat esni. A magasról, amikor megállt bennünket az Isten, és látja, hogy nem adunk érte hálát, hogy nem köszönjük meg azt, amink van, hogy nem becsüljük meg azt, amink van, sőt, nem látjuk az ajándékok mögött magát, az ajándékozó Istent, az ő szerető karját, szerető jelenlétét, akkor megteheti azt, hogy elrejti az ő orcáját haragjában. Elrejti az ő orcáját, és ennek szörnyű következményei lesznek. Azt olvassuk Dávidnál is, megrettentem. Elrejtetted az orcádat, és én megrettentem, megremegtem.
Mert rájöttem arra, hogy hiába vagyok én magasan, hiába van meg mindenem, ha te nem vagy ott. Én ilyen pici vagyok. Ilyen parányi vagyok. Hát nem ezzel küzd ma is a világ. Ez a világ, amelyet az Isten olyan magasra felemelt. Magasan vagyunk. Megáldott jóléttel, bőséggel. Hány kontinensen, mennyi nép vágyakozik ide, csak hogy cserélne veled, hogy lenne tiszta vize, hogy lenne öltözet ruhája, hogy ne arra kellene felébrednie, hogy menekül, mert dübörögnek a bombák és a gépfegyverek. Magasra emelte Isten Európát, Amerikát, a gazdag kontinenseket magasra emelte, és az ember elhitte, hogy ő nagyjá lett. Elhitte, hogy nem tántorodik meg. És az Isten azt mondta, elfordítom egy pillanatra az én orcámat. Átengedlek téged önmagadnak. Ha azt hiszed, megy nélkülem, hát próbáld. Ha azt hiszed, mindenre van előtt, hát akkor menjél. Ha azt hiszed, tudod a jó irány, tudod mindenre a feleletet, akkor menj. Meglátod, mire jutsz az én orcám nélkül. Észrevettük-e, hogy minden, amink van, Isten felénk fordított orcájának az ajándéka. És Istennel lehet magasra jutni, de nélküle nagyot lehet onnan zuhanni. Isten elrejtette az orcáját Dávid elől, hogy rádöbbenjen a valóságra. Bár nagy király ő gyönyörű palotában, nagy gazdagságban, de Isten nélkül semmit sem ér az élete. Testvérem, hogyha úgy éreznéd a te életedben, hogy Isten elrejti néha az orcáját, ha úgy éreznéd, hogy túl nehéz, ha úgy éreznéd, hogy a szenvedések kohójába rakott most be téged, ha könnyeket csalna a szemedbe, akkor döbbenj rá arra, hogy lehet, hogy azért történik mindez, mert te már hamarabb elrejtetted az orcádat ő előle. Mert az Édenkertben is így történt. Ádám és Éva vétkeztek az Isten ellen, és amikor Isten megjelent, mit tettek? Elbújtak, elrejtették az orcájukat, nem Isten bújt el előlük, ők bújtak el az Isten elől. Elrejtőztek, és utána majd Isten is elrejtette az orcáját előlük, és el kellett hagyniuk az Édenkertjét. Isten elfordulása, orcájának elrejtése mindig annak a következménye, hogy mi fordultunk el tőle. De Isten nem hagyja magára benne bízót. Ha el is rejti az orcáját, nem megy el onnan. Ha meg is vonja talán az ő vezetését és erejét a népétől, de mindig ott van mellette. Olyan ez, kedves testvérek, mint amikor a gyermek fel akar mászni a fára, a gyümölcsfára, és már nagyon erősnek érzi magát, és azt mondja, megy az nélkülem is, apa ne fogjál, majd én. És húzza magát felfelé, felfelé, de a jó szülő csak ott tartja a kezét, azt mondja, menjél, de mégis biztonságképpen ott van az én karom, ha leesnél, megtartalak téged. Isten mindig így fordította el az orcáját a népétől, az Ószövetségben és az Új Szövetségben is. Ha menni akarsz, menj, de az ajtó nyitva áll előtted, mint a tékozó fiú előtt. Én mindig ott leszek melletted egy imádságnyira. Ha el is fordítom az orcámat tőled, nem tagadlak meg téged, mert szeretlek. Kedves testvérek, Isten így fordította el olykor az ő népe elől az ő orcáját is, így fordítja el olykor a mi életünkben is, hogy megleckéztessen, hogy tanítson bennünket. De valamit még megtanult Dávid király. Nem csak arról, hogy a magasság az Istennek az ajándéka, és néha az Isten elfordulhat, elrejtheti arcát a népétől, hanem megtanult azt is, hogy Isten szeretete örök. Néha haragszik az Úr, és elfordul, de haragjában is szeret bennünket. Néha elrejti az orcáját, de akkor is megmarad a szeretete. Sőt, szeretetéből fakadóan haragszik. Mert hát mi is haragszunk a mieinkre, ha valami rosszat tesznek, de szeretetből, féltésből fakad ez a harag.
nagyobb az Isten szívében a szeretet a haragnál, és nagyobb a mi életünkben is. Több az áldás, több a meghallgatás, több az ajándék, több a kegyelem, több a segítség, mint az atyai haraggal együtt járó fenyítés. Erről beszél az ige, amikor azt mondja Dávid, hogy egy pillanatig tart a haragja, de egész életen át az ő szeretete. Szeret az Isten. Szeret az Isten örökké egy életen át. Mi gyarló emberek azonban mindig csak a fenyítést, mi mindig csak a próbákat számláljuk. Amikor bőséget ad, akkor habzsoljuk, akkor nem vesszük számba, hogy ezt is ő adta, azt is ő adta, ez is az ő ajándéka, az is az ő ajándéka. De a könnyeket annyira számon tudjuk tartani, és annyira kérdőre tudjuk vonni, és annyira általánosítani tudunk, hogy az én életem mennyire rossz, az én életem mennyire megterhelt élet. De ha igazán számba veszed, mégiscsak a jó dolgok és az áldások győznek. Ha mérlegre teszed életednek a dolgait, mégiscsak azt kell elmondanod, hogy több az isteni kegyelem, több az isteni erő, több az isteni jelenlét, mint az ő elfordulása, mint az ő próbája. Mert csak egy pillanatig tart az ő haragja, de egész életen át az ő szeretete. Milyen nagy reménység csak egy pillanatig. Amikor fáj, amikor nehéz, amikor be vagy zárva, amikor nem mozdulhatsz ki, gondolj arra, hogy mindez csak egy pillanatig tart. Mert az Isten nem ad erőnkön felüli kísértést és erőnkön felüli próbákat. Mindez csak egy pillanatig tart majd, és eljön a szabadítás, eljön a kiragadtatásnak az ideje. Olyan bizonyos ez, mint ahogyan az éjszakát, az estét, a reggel követi. Mondja a zsoltáros, este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Éjszakában vagy, hidd el, Jézus szeretete nem múlt el. Fordítsd vissza orcádat ő felé, keresd az ő orcáját, és felvírad a hajnal. Szeret az Isten örökké, nem csak egy pillanatig, örökké. És ha ebbe kételkednél, ott az örök bizonyíték. Ott a Golgotai kereszt, ott van Krisztus szenvedése, amely mérhetetlen, amely az egész világ bűneit elhordozta. Ott látott Krisztus kifogyhatatlan szeretetét, amely nem egy pillanatig tart, hanem örökkön örökké. Isten visszavonhatatlan, örökké tartó szeretetét láthatjuk Jézusban. És annyira örökké tart ez a szeretet, hogy Isten nem csak itt akar bennünket szeretni ebben a földi életben, hanem oda át a mennyei hazában is. Mert a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a mennyei dicsőséghez, amely majd ránk vár, mondja Pál apostol is. Csak pillanat. Csak pillanat a könnyhullatás, csak pillanat a próbák, de örök a szeretet, örök a békesség, örök a kegyelem, amelyet Krisztusban kínál az Isten a mi számunkra. Ebben a hullámvasútban Dávid király megtanulta, hogy ha magasságban van, az az Isten ajándéka. Ha a mélységbe kerül, akkor sem szabad elkeserednie, mert Isten szeretete örök, és az éjszakát követi majd a reggel, a hajnal hasadás. És megtanult egy harmadik dolgot is, azt, hogy ezt a lelki hullámvasutat, az életnek a próbáit hogyan töltse ki. Azt mondja a zsoltárban, zengjetek az Úrnak, dicsérjétek őt, énekeljetek. Gyülekezeti tagokkal beszélgetve, amikor azt mondják, hogy éjszaka nem tudnak aludni, forgolódnak, mert bántja őket a családnak a dolga, betegsége, hétköznapi problémák, akkor mindig szoktam mondani, imádkozzon. Sőt, ha már egyedül van, vagy esetleg hitvestársát nem zavarja, énekeljen. Énekeljen éjszaka is, nem csak azért, mert elterelődik a figyelme, hanem azért, mert az ének, az Istenhez küldött ének szó megnyugtatja, békességre lel.
és gyorsabban telik az éjszaka sötétje. Gyorsabban telik az éjszaka, és hamarabb beköszönt a reggel, hanem átkozódással, hanem vádaskodással, hanem szidalmazással, hanem érthetetlenséggel töltöd az idődet, hanem helyette énekelsz, dicséred az Urat, magasztalod Őt énekben és imádságban. Úgy, ahogyan Pál apostol is tette az ő tanítványával, amikor börtönbe zárták őket, mert hirdette az Isten igéjét, mit tett? Egész éjszaka énekelt és imádkozott. És eljött a szabadulás reggele, mert kinyíltak az ajtók, és szabad lett. Az éjszaka sötétjét felváltotta a szabadulás reggele, mert énekelt, mert bízott, mert segítségül hívta megváltó Urát, az Úr Jézus Krisztust. Énekelj ke te is, kedves testvérem! Ne csak az én hangom zengjen most itt, ezen a téren, és a környező utcákban, hanem zengjen a te házad is, amit néha olyan börtönnek élsz meg, mert nem lehet kimozdulni. Az a lelki sötétség, ami néha ránk telepszik, és éjszakának soha véget nem érőnek tűnik, törd meg és győzd le azt az énekkel, az imádsággal. És hidd el, az Isten nem feledkezett el rólad, mert egyszülött fiát áldozta. Ha valaki ilyen nagy áldozatot, ilyen nagy árat kifizetett érted, hogyan feledkezhetne el rólad? A kenyeret néha ott hagyjuk a boltban, mert rohanunk, pedig kifizettük. De az Isten nem feledkezik el rólunk, bár nagy árat fizetett értünk. Nem feledkezik el, és eljön a reggel. Csak bíz benne. Addig is énekelj. Addig is várd Őt. És eljön a reggel. Eljön a szabadulás. Túlélhető. A legnagyobb mélység, a legnagyobb zuhanás, még a sír mélyéről is fel tud támasztani bennünket az Isten. Csak zengjük az Ő nevét, bízzunk benne, tartsunk ki, és újra együtt leszünk, és újra a magasba leszünk, és újra felemel bennünket, hogy boldogan tovább magasztalhassuk Őt. Így legyen. Ámen. Isten megszólító szavára válaszolva énekeljük a 42. Zsoltárunknak harmadik versét. 42. Zsoltárunk harmadik versét énekeljük. Mint a szép hív, én lelkem mire csüggetsz el, mit kesergesz ennyire? És helyünkön maradva imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy a Te karod magasba tud bennünket emelni. Annyi sok minden megáldasz bennünket. Családdal, anyagi javakkal, viszonylagos egészséggel, mindennapi erővel, mindennapi kenyérrel. És más országok népeihez hasonlítva magunkat, azt mondhatjuk, mi is, amit Dávid mondott, hogy jó dolgunkban úgy érezzük magunkat, hogy magas hegyre állítottál bennünket. Urunk, add, hogy ez ne tévesszen meg minket.
Attól, hogy magasra a hegyre állítottál, ne higgyük el, hogy mi magunk lettünk óriásokká. Mi lettünk bölcsebbekké, erősebbekké, hogy a mi kezünkben van a felülmúlhatatlan hatalom. A te áldásaid, a te szeretetednek a jele. De nélküled, Urunk, csak a mélybe tudunk zuhanni. Ezért ne engedd, hogy elforduljunk soha tőled. Az ajándékok mögött mindig lássuk meg az ajándékozó Urat. És tudjunk hálával elfogadni a te ajándékaidat, azt a bőséget, amit testileg és lelkileg naponta nekünk ajándékozol. Köszönjük, Urunk, hogy a te orcád velünk jön. Mert Krisztusban azt ígérted, velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Keressük mindig a te jelenlétedet, és attól, hogy megtapasztaljuk. Kérünk, Urunk, hogyha mélybe zuhanna mégis a mi életünk, ha egy pillanatra megpróbálnál bennünket, ha egy pillanatra el is fordítanád a mi orcánk, a te orcádat tőlünk, és könny lenne a mindennapi kenyerünk, akkor is elhiggyük, Urunk, hogy haragod csak egy pillanatig tart. Lehet, hogy nem a mi óránk szerint, lehet, hogy ez egy pillanat egy hónapot jelent, egy évet lehet jelent, vagy egy évtizedet jelent. De egy egész élethez képest, az örökké valósághoz képest mindez semmi. Ezért nagyobb a te szereteted. Minden keresztnél, minden bajnál, minden könnynél sokkal nagyobb a te örökké megmaradó szereteted. Ezért nem tehetünk mást mélységben és magasságban sem, mint hogy zengjük a te nevedet. Dicsérünk téged szomorúságban és örömökben, a hegy csúcsán vagy a hegy lábánál. Bárhol tartson a mi életünk, mi csak dicsérünk és magasztalunk téged. És elfogadjuk, amit te adsz, amit ránk mérsz. Mert tudjuk, hogy úgyis csak egy pillanatig tart. És válsz bennünket az örök hazába, az örök mennyei dicsőségbe, amelyet Krisztus vére által szereztél nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy együtt lehetünk ezen a vasárnapon, és készítsd el, kérünk, a további alkalmakat is. Bármilyen keretek között folytatódnának a lelki életünk, készítsd elő, Urunk, hogy ne szakadjon meg a veled és egymással való kapcsolatunk. Áld meg, Urunk, az idős testvéreinket, családtagjainkat. Áld meg a gyermekeket, a vizsgázókat. Áld meg, Urunk, azokat, akik értünk fáradoznak, egészségügyben, kereskedelemben, a rendvédelemben, az ország vezetőit, városunk vezetőit. Urunk, te adj mindannyiunknak bölcsességet, hogy azok a kitérők, amelyek szerintünk kitérők a mi életünk útjában, azoknak valóban legyen értelme is, megtanuljuk azt, amire meg akarsz bennünket tanítani. Adj vigaszt a gyászolóknak, gyógyulást a betegeknek. Őrizd mindannyiunkat, Urunk. Hallgasd meg imádságunkat. Te, aki így tanítottál imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy Isten tisztelet révén adakozásra elkészített alkalom, ez a mai alkalom is. Ott található tőlem jobbra a perselyóva, adományunkat helyezhetjük. Köszönjük azoknak a testvéreknek, akik átutalással vagy bármely más módon az elmúlt hetekben és hónapokban is gondoltak gyülekezetünk anyagi helyzetére, és támogatták, segítették annak munkáját. Köszönjük szépen a zenei szolgálatot, kedves testvéreknek a hangosítást, a felvételt. Köszönjük városunk vezetőinek is, hogy lehetővé tették, hogy ez a mai alkalom létrejöjjön. Örömmel hirdetem, hogy hétfőtől újra lesz a lelkészi hivatalban ügyelet, rendezheti ki a maga ügyét.
Hogy jövő vasárnap milyen formában lehetünk együtt, azt még én magam sem tudom. Legyünk figyelemmel, figyeljük a híradásokat, és hisszük, hogy az Isten elkészíti majd a következő alkalmat is. Addig is legyünk tekintettel egymásra, tartsuk be az előírásokat, vigyázzunk különösen az idős testvérekre, és az Úr Jézus Krisztus legyen őrző, megtartó, kegyelmes pásztor a gyülekezetünknek és életünknek. A haragja csak egy pillanatig tart, de örökké tart az ő szeretete. Erről szól az az ének, amelyet most közösen eléneklünk áldásvétel előtt. Mindörökké hű az Úr, mindörökké hű az Úr. Van, akik már többen ismerik, talán az énekkarosok. Először megmutatom én gitárral, csak gitárral énekelve. Elénekeljük kétszer, és utána pedig elénekeljük az egész éneket. Egyszer énekeljük el, és utána újra kezdjük, és végig énekeljük valamennyi versét. Mindörökké hű az Úr, mindörökké hű az Úr, mindig áldom én az Úr. Kezdjük újra az elejétől, így már a többi hangszer kísérlet. Mindörökké hű az Úr, mindörökké hű az Úr, mindig áldom én az Úr. Thank you.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, viszontlátásra.